tudom is, hogy hogyan lehetne elnevezni. Jó néhány meccsős videót csináltunk már Ernővel, és visszatérő észrevét egy úgy könnyű jól mecceni, hogyha mindig az Ernő gyümölcsösébe vagyunk, és szépen ápolt a kezdetektől szépen meccet fákat meccünk, de mi van azokkal a fákkal, amik általában a kiskertekben előfordulnak, amiket nem jól alakítottak ki, vagy elvadultak, stb. Na jó, hát most meghallgattatott ez az észrevétel, és eljöttünk ide egy szomszéd kertbe, ahol hát ez van bőséggel ilyen jellegű fa. Ez egy tipikus házi kerti lehetőség. Egyébként én nagyon szerettem, mert végre nem egy sima egyfordítottat kell metszeni, amelyik ugyanolyan, hanem mindegyik fa más. Ugye ebben a kertben is vannak fiatal 2-3-4 éve ültetett fák, aminek az elindítása valahogy megtörtént, viszont a további ápolása, további metszése, zöld metszése hiányzik. Illetve vannak 8-10-15 éves fák, amelyek szintén valahogy el lettek indítva, és utána azt gondoltuk, hogy ez a fa már így rendben van, és abszolút lehet látni, hogy ráfért volna ezekre a fákra a zöldmetszés vagy a korona kialakítás, és látni is fogjuk egyébként, hogy nem olyan nagy bonyolultságról beszélünk, csak amit ott hagytunk egy-egy ágat 5 évvel ezelőtt, az ma már nagyon vastag gaj, beárnyékolja a korona belsejét, vagy éppen leárnyékolja az alatta lévő termőrészeket, de talán nézzük is meg. Lendüljünk akcióba! Akkor ez a megyfa legyen az első paciens? Igen, és ez egy könnyű feladat. Azért könnyű, mert tulajdonképpen két nagy vágással megnyitjuk a koronát. Ugye ez a fa nem dőlt el, hogy nyitott koronájú vagy zárt koronájú, de tudjuk, hogy a megyet lehet központi tengelyesen és nyitott koronaformával is termeszteni, egy házi kertben meg főleg. Ha van hely, akkor érdemes a nyitott koronaformát. Úgyhogy nincs más átra, mint ha te is belenézel, látható, hogy itten keresztül-karasztul sok a vázágunk. Tehát ha kivágjuk azt a vázágat, amely nem domináns sudárként működik, hanem csak árnyékosító, akkor mindjárt bejut a fény, és akkor megmaradnak a vázágak egy nyitott koronaformának. Én tudom is, hogy ezt hogyan lehetne elnevezni, ez a korona fluid. Tehát, mint ahogy van a gender, ő korona fluid még nem döntötte el, hogy sudaras, vagy pedig katlanos forma legyen, és hadd igazoljam, hogy akkor azért valami csak ragadt rám, hogy ugye azt gondolom, hogy te ezt fogod itt elsőnek kikapni innen. Igen, és ez az első vágás, és akkor ahhoz, hogy teljesen nyitott legyen, ugye van még egy vázágunk, amely beerősödött középre, azt pedig megpróbáljuk csúnya szóval kikönyököltetni azért, hogy bejusson a fény és nyitott koronánk legyen. Tadám, kész van a nyitott korona forma, és ilyenkor nem szabad túlzásba esni, már csak a keresztben övőket és az egymásra árnyékolókat ritkítjuk meg, de ez jó. Egy akkumulátoros olló, amely ugye legalább 3 cm-ig elvág, mert akkor nem kell karos ollót használni, úgyhogy nincs más hátra, mint a konkurenseket, mutatom. A két ág konkurens egymásnak. Szöge. Ebben az esetben visszavesszük. Ugye itt vissza volt vágva, a két ág konkurens egymásnak. Ezáltal megadjuk, hogy ez lesz a vázák szöge. Megyünk tovább. Ha találunk bent mézgáságat, mint ahogy az előbb mutattuk, akkor a mézgáságokat igyekszünk visszavágni, vagy eltávolítani. Itt van egy sérült mézgáság. Ezt ebben az esetben visszavesszük. Ugye a mézga lehetett fizikai sérüléstől is, de akár a monélia hatására is elhalhatott a hánycs. Ez nagyon gyors volt, Ernő, épp csak nem figyeltem ide egy pillanatra, és már kész vagy, és meg vagyok lepődve, hogy milyen sokat meghagytál a fából, ez nem jellemző rád. Azt csináltuk, amit megbeszéltük, tulajdonképpen két vastag ágat eltávolítottunk, ezáltal azért a falnak a kb. 20%-át a lombfelületnek eltávolítottuk, ezért utána már csak minimális, főleg egymásra lógó és keresztező ágakat metszettük vissza, nem csináltuk meg a vesszők visszametszését, amit még lehet csinálni,
azt értelemszerűen az úgynevezett beszáradt, boníliás, vékony részeket eltávolítani. És hát, amit te csinálsz. Igen. Nagyon, nagyon kérdés tőled a többes szám használata, hogy megmetszettük, miközben én csak gyakorlatilag néztem, de akkor legalább valami hasznosat csinálok, hogy lekezelem a sebeket. Igen, ugye, és akkor ez egy nyitott koronaforma volt, ugye egy 8-10 éves fa, ami nem volt megmetszve az elmúlt 5-6 évben. Na nézzünk meg egy olyan koronaformát, ahol egy központi tengelyt fogunk meghagyni. Ez egy méretesebb fa már, ez valamivel idősebb, nem? Igen, ez 2-3 évvel idősebb, vagy kevésbé fejlődött jól az előző megyfa, mert ha egyszerre ültették, akkor 10 év körül lehetett. Ugyanaz a probléma, mint az előző megyfánál, hogy valahogy elindították a fát, viszont a következő évben már nem foglalkoztak vele. Ez ugye abból látszik, hogy van egy Y-elágazású két sudarunk, amely ugye egyik sem tudott dűlőre jutni a másikkal, ezért mind a kettő megerősödött. Tehát ez nem koronafluid, ez egyértelműen egy sudaras, csak nem dőlt el, hogy ki a főnök. Igen, nem dőlt el, hogy ki a főnök, és ugye adja is magát az, hogy melyik lehetne a főnök, amelyik ugye a törzsből inkább egyenes vonalban fejlődött, a másik, nekem baloldali, az ugye látszik is, hogy elindult kihajlásba, viszont ezáltal, hogy mind a kettő megerősödött, az alsó részeket beárnyékolja, és itt a közepén szinte nincs is termőrész. Ilyenkor be kell áldoznunk azt, hogy az egyiket eltávolítjuk, ezáltal bejut majd a fény, elkezdődik a középső részen is termőgaljazat kialakulása, úgyhogy nincs más hátra, most megint vágunk két erőset, és utána apránként még kiterítjük a koronát, az úgynevezett gallérágakat. Jó, tehát akkor gondolom ez az, ami kimegy, de akkor ez itt tőből, vagy akkor esetleg itt kikönyököltetjük-e? Igen, az a kérdés, hogy van-e alatta valós termőgalj, ami elég erős ahhoz, hogy termőgaljként funkcionáljon? Nagyon nincsen, azok csak egy vékony galj, úgyhogy lehet, hogy két menetben csinálnám. Először fölötte arra úgynevezett kikönyököltetést végezném, és hogyha már megerősödnek az alsó gallérágak, akkor esetleg jövőre, vagy két év múlva eltávolítanánk tőből. Látom, kicsit zokon vetted, az előbb azt mondtam, hogy nem ismerek rá, hogy milyen keveset metszettél meg a fából, most ezt pótoltad ezen a fán, itt most azért így elég rendesen megnyepáltad. Igen, azért látványos, mert két sudara volt a fának, és gondold el, hogy ha az egyik sudarát elveszük, akkor teljesen kiürül a fa, és ugye így látszik, hogy ahol a másik sudár volt, ott teljesen fölkopaszodott, tehát most oda bejutott a fény, és azért is vágtuk így vissza, hogy onnan is kezdődjön el a hajtás növekedés és a termőrész kialakítás. Igen, és azt gondolom, szépen ki fog egyenesedni ez a sudár, és akkor tényleg egy ilyen klasszikus sudaras megyforma lesz belőle. Tulajdonképpen kialakult egy orsó, egy szabad orsó, úgyhogy szabad sebkezelni. Na jó, akkor oké, lesebkezelem, hogy valami hasznosat én is csináljak. Tőletek meg azt kérném, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, osszátok meg, hogyha úgy gondoljátok, hogy másnak is érdemes lenne ezt megnézni, iratkozzatok fel a csatornára, nézzétek meg a többi videónkat, és ne felejtsétek, hogy a boldogság a kertben terem. Erdő nem ismer lehetetlent, igaz, Ernő? Stille dolgozunk.